Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a résztvevőket. 2018. április 9-e van, és a mai naptól kezdve egy új rendszert próbálunk meg meghonosítani. Ezentúl minden hétfőn lesz webinár, viszont tematikájában csak a két hetente következő előadások az, amik egyforma tematikájuk lesznek, tehát a mai 9-ei Skyway Capital bemutató előadás tematikája legközelebb 23-án, április 23-án lesz. A jövő héten, azaz 16-án egy olyan webinár lesz, melynek az a címe, hogy megbeszélés Skyway Capital partnereknek. Zárójelbe oda tettem, hogy regisztrált tagoknak. Mi a különbség a két előadás között? Ez a bemutató előadás azoknak szól, akik alapinformációkhoz szeretnének jutni, ismerkednek, lehet, hogy nem regisztrált tagok, ismerkednek azzal, mi az, hogy Skyway Capital kockázati befektetés, miről is szól ez az egész. Az előadás nem túl hosszú, viszonylag rövid, körülbelül egy fél órás, videók nem lesznek benne, és a lehető legtömörebb információk lesznek benne, gyakorlatilag technikai rész nélkül. A megbeszélés Skyway Capital partnereknek pedig egy olyan webinár lesz, ahol a két hét alatt megtörtént eseményeket, híreket, egyéb dolgokat próbálom meg majd összefoglalni. Tehát a webinár első mondjuk így egyharmada körülbelül egy hangos blokkhoz fog hasonlítani, hogy milyen információk voltak, mit tudtam összegyűjteni, illetve mi az, amihez kommentárt szeretnék fűzni, és utána egy interaktívabb rész, ahol a chatben feltett kérdésekre igyekszem majd válaszolni. Természetesen alapvető különbség, hogy ott már olyanok vesznek részt, illetve olyan kérdések fognak elhangzani, akik már nem most ismerkednek a Skyway Capital-lel és a projekttel, és ezért már más jellegű kérdéseik is vannak. Sajnos a Mirapolis rendszere csak azt a lehetőséget adja meg, hogy a cseten keresztül lehet kérdéseket feltenni. A mai bemutató előadás, én úgy gondoltam felépíteni, hogy először megtartom a rövid és tömör bemutató előadást, majd pedig igyekszem azokra a kérdésekre válaszolni, melyeket a cseten keresztül hozzám intéznek. Alapvetően szeretném kérni, hogy a mai előadáson azoknak adjuk meg a lehetőséget, akik még tényleg csak az elején vannak a Skyway Capital kockázati befektetéssel való ismerkedéssel, és a mondjuk így, hogy háttérre rendelkező kérdésekkel, tehát amikhez már egyéb információk szükségesek, azok pedig a jövő héten, illetve utána következő minden második héten a megbeszélés Skyway Capital partnerek webináron kerüljenek feltevésre. Ezt a mai előadást Tóth József és Tóthné Ibolya segítségével, illetve közreműködésével hármasban állítottuk össze. Próbáltuk úgy összeállítani ezt az előadást, hogy minél tömörebb, rövidebb és tartalmasabb legyen. Tehát még egyszer mondom, hogy a megbeszélés Skyway Capital partnereknek jövő hét hétfőn ugyanúgy 20 óra 30-kor lesz, majd onnantól kezdve minden második héten. Amennyiben kérdések vannak, a chatbe kérem, tegyék fel az érintettek ezt a kérdést, és én az előadás végén megpróbálom ezeket megválaszolni. Ha netán olyan jellegű, akkor akár menet közben is megállnék. Elnézést, még nekem is itt keresgélni kell ezen az új felületen, hogy mi hol van. Hirtelen eltűnt előlem két gomb. Ja nem, bocsánat, lapoznom kell. Mert az előző csak egy kép volt, és a prezentáció maga itt van. Tehát kockázati befektetés a Skyway vállalatcsoportban. Miről lesz ma szó? Egy olyan jelenleg startup fázisban lévő cégcsoportról lesz szó, mely a szállítási ágazat gyökeres megújításán dolgozik, és a szállítási piac várhatóan 50%-át meg fogja hódítani a jövőben. Ehhez új, innovatív, saját fejlesztésű technológiát alkalmaz.
Miért jó ez önöknek, és milyen hasznot szerezhetnek ebből? Miként képesek a cég megoldásai a természetes környezetünket megmenteni, számunkra élhető körülményeket teremteni? Hogyan képes a projektfinanszírozásban történő részvétel anyagi biztonságot nyújtani a közeljövőben és hosszú távon? És hogyan lehet már ma azonnal keresethez jutni? Tehát ezekről lesz szó röviden és tömören. A Skyway cégcsoport egy alapvetően új szállítási rendszert hoz létre, amely környezetbarát, biztonságos, kényelmes és lényegesen olcsóbb, mint minden létező megoldás. Számos nemzetközi szakértői értékelést követően az innovatív Skyway hórendszer bizonyította érvényességét. Jelenleg az egyik fő cél a Skyway technológia bemutató engedélyeztetési központjának létrehozása, az Ecotechnopark megépítése. Az Ecotechnopark lesz a Skyway hórszállítás kiinduló pontja ahhoz, hogy az elméletileg fejlett projekt kategóriából a jól eladott termék kategóriába vezessék át. Az Ecotechnopark építése és a piaci megjelenés munkálatának összessége a modern crowdfunding közösségi finanszírozás modellje szerint történik. A projekt a startup fázisban található, ezért még bárki lehet befektető benne. A befektetések összege már 50 dollárnál kezdődik, ennek ellenére a projektben résztvevők magas száma miatt ez a modell lehetővé teszi megfelelő mennyiségű tőke felhalmozását a cég fejlesztésének kezdeti szakaszában. Minden befektető társtulajdonosnak minősül a húrszállítás alapjául szolgáló technológiában, akik a későbbiekben a cég részvényeseivé válnak. A szakértők szerint a cég a közeljövőben képes lesz a szállítási világpiac 50%-ának megszerzésére. A crowdfunding, más néven közösségi finanszírozás modell, a projektet egyedülállóvá teszi. Az iparág alakító technológia fejlesztési munkáinak finanszírozási története folyamán először a hétköznapi emberek valósítják meg azt. A húrszállítás valójában nekik készül, az ő használatuk céljából. A projektben résztvevők száma több mint 200 országból megközelíti az 1 milliót, akik közül már több százezer befektetővé vált, és földrajzi elhelyezkedésük szerint gyakorlatilag a föld teljes lakott területét képviselik. Nap mint nap egyre többen vagyunk. Ez a projekt az emberek érdekeit képviseli, és nem a hivatalnokokért, valamint a nyersanyagra egyeduralkodókat, hiszen valami igazán szükségeset alkot a cégcsoport. A közösségi finanszírozás jelentős ösztönzést adott a változásoknak, amiket a húrszállítás magában hord, és ezt a hatalmon lévő emberek nem hagyhatják figyelmen kívül. Ezek az emberek korábban nem voltak érdekeltek olyan változásokban, amik a fennálló erőegyensúlyt megzavarnák. Az alkotó, főkonstruktőr évtizedeket töltött azzal, hogy meggyőzze őket a változásról. Ugyanakkor a 40 évig tartó küzdelmek tökéletesítették az érveket, lehetőség nyílt részleteiben kidolgozni a technológia alkotóelemeit. A húrtechnológia három generációja már mögöttünk van, és a negyedik generáció alapjai kerültek lefektetésre. A befektetők seregének segítségével megtörtént az első döntő lépés, a húrszállítás egy az egyhez léptékű, működő mintadarabjai elkészültek. Most, mikor már mindenki saját szemével meggyőződhet arról, hogy a húrszállítási megoldások hatékonyak, mind az állam, mind az üzleti világ tudomásul kell, hogy vegyék a változást, mint tényt, és küzdeniük kell, hogy az elsők között legyenek, ki fogja támogatni őket. A projekt elérte azt a stádiumot, amikor a húrszállítás fejlődését és piaci terjeszkedését lehetetlen megállítani. Nehéz volt az út eddig a pontig, de a húrszállítás ötlete előtt álló út, melyet meg kell tenni, még messze van a befejezéstől. A húrszállítás előtt álló távlat nem csak a szállítási piac 50%-ának megszerzésében áll, hanem a szállítási rendszer átalakítása bolygószinten, az űripari meghódítása és a végeredményként a civilizációt megmentése pusztulástól. Miért jó ez önöknek, és milyen hasznot szerezhetnek ebből? Önöknek lehetősége van arra, hogy részt vegyenek, támogassák a projektet, befektetőkké válhatnak. A Skyway cég lehetőséget kap az önök támogatásával az áttörést jelentő innovatív technológiája nemzetközi piacra történő kivitelére, a projekt résztvevői a technológiák társtulajdonosaivá válnak. Miután a technológia kilépett a világpiacra, a befektetők osztalékot fognak kapni a vállalat nyeresége után, azaz a világban megvalósított hatalmas számú célprojekt vállalati profitjából osztalék illeti meg önöket.
Van egy olyan cég, hogy Skyway Capital, erre majd egy kicsit később részletesen kitérek. A Skyway Capital megválaszolt olyan kérdéseket, melyeket a leggyakrabban tesznek föl azok az emberek, akik érdeklődnek a projekt iránt, illetve szeretnének befektetők lenni, vagy legalábbis kedvet éreznek hozzá. És erre a leggyakoribb kérdésekre a Skyway Capital a következő válaszokat adja. Befektettem a projektbe. Mikor jutok belőle profithoz? Profitot azután tud realizálni, miután a társaság kilépett a piacra. Ezek után lesz joga eladni a tulajdoni hányadait, vagy osztalékhoz jutni belőle. Ha azonnal szeretne profithoz jutni, akkor csatlakozzon a partnerprogramhoz a személyes webirodájában. Önök nem éppen az aktuális piramis játék? Kategorikusan kijelentjük, hogy nem. Befektetőket keresünk, és örömmel adunk nekik konkrét ajánlatot, nem csak ígéreteket, ahogy ezt mások teszik. Sőt, maximálisan nyitottak vagyunk. Látogassanak el az irodánkba, látogassanak el az építkezés helyszínére, vagy bármelyik konferenciánkra, hallgassák meg webináriumainkat, ahol megosztjuk a legfrissebb híreinket, és elmondjuk a Skyway Capital életében zajló eseményeket. Mi a garancia arra, hogy nem csak összeszedik a pénzt és eltűnnek vele? Mi a pénzt nem szépben őrizzük, hanem a Skyway projekt megvalósítására költjük. Mindig le tudják ellenőrizni, hogy hová és mire mennek a befektetéseik. Az egyes építési szakaszokról videó és szöveges jelentéseket teszünk közzé. A hivatalos weboldalon bármikor visszahívást kérhet, felteheti az önt nyugtalanító kérdéseit, és részletes visszajelzéseket kaphat. Van-e garancia arra, hogy végig tudják vinni a projektet? A mi projektünk már tovább eljutott, mint bármelyik másik. A tesztparkunkban már most valós unibuszok és unibike-ok közlekednek. Biztosan haladunk a projekt teljes megvalósítása felé, nem térünk el a kitűzött céloktól. Mikor lesz a részvényeik elsődleges nyilvános forgalomhozatala, angol rövidítésből IPO-ja? Elnézést, a tőzsdén. Elnézést, de még a betegség nem teljesen van az ember mögött. A társaság az elsődleges részvény kibocsátását, tehát az IPO-t közvetlenül a tesztpark megépítése, a technológiai műszaki engedélyeztetése, a már kitűzött szállítási és közlekedési célprojektek beindítása és az első nyereségek megszerzése után valósítja meg. Az aktuális eseményekről, az építkezés terveiről és annak menetéről a honlapunk hírek részében olvashat. Miért éppen most előnyös befektetni? Az Ecotechnopark építkezésének kezdetéig a befektetés kockázata érthető okokból meglehetősen magas volt. Egy ötletet finanszírozva csak kevesen kockáztatják a pénzüket. Ezért a befektető bevonása a korai fázisokban jóval magasabb diszkonttal, jövedelmezőséggel, avagy kockázati prémiumval volt honorálva. Komoly kockázat magasabb diszkontokat jelent a tulajdoni hányadukra. A kockázat folyamatosan csökken, de a befektetések jövedelmezősége, hogy korábban is, továbbra is nagyon vonzó marad. Fektessen be a Skyway-be most, és a maximális kockázati prémiumot kaphatja meg a befektetéseiért. Nézzük, hogyan is állnak most a dolgok. Az Ecotechnopark felépült, nagyjából pontosabban az első fázisa, rosszul volt ez a nagyjából, tehát az Ecotechnopark első fázisa felépült, az egész világ látja, hogy a technológia működőképes. A projekt dinamikusan halad a teljes megvalósulás felé. A folyamatosan csökkenő kockázat, kockázati prémium csökkenését jelenti ugyanakkor. A legjobb időben vagyunk, hiszen tényeket tudunk felmutatni, de ma már a kockázat csak az idő tényező. Ezért azok, akik még most szánják el magukat a befektetésre, többet kaphatnak, mint azok, akik nem kívánnak kockázati befektetők lenni. Azok a befektetők, akik a kockázati prémium megszűnte után kívánnak befektetni, már csak a mindenkori piaci árfolyamon tudják majd ezt megtenni. Tehát befektetésre mindig van lehetőség, minél nagyobb a kockázat, viszont annál kedvezőbben lehet. A személyes webirodában kínált befektetési programok listájából azt választhatják ki maguknak, amelyik a legjobban illik az elképzeléseikhez. Nem előnyösebb-e valami másba fektetni? Mi összességében a húrszállítás, részleteiben pedig a Skyway perspektíváiról és lehetőségeiről beszélünk önöknek. Minden nap megosztjuk önökkel a híreinket és az eseményeinket.
Minden lépésünk teljesen nyílt és nyomon követhető. A befektetési eszközök maximálisan egyszerűek és átláthatóak. Önöknek csak annyi maradt, hogy válasszanak közülük. A választás tehát az öné, résztvevővé válik, vagy csupán mások győzelmének nézője marad. Miért fektessen be a SkyWay-be? Ez egy előnyös pénzügyi befektetés. A startup szakaszban jelentős kedvezménnyel juthatnak a SkyWay részvényekhez, és a cég világpiacra történő kilépés után a cég tőkésítéséből profitálhatnak. Minden egyes részvény osztalékot jelent önnek a SkyWay technológiával a világ bármely táján megvalósított célprojektekből. Tehát az osztalék kedvező. A Hur technológia kizárólagos tulajdonosa a SkyWay cégcsoport. Független nemzetközi szakértők, a jogi előírások és a WIPO szellemi tulajdon világszervezete előírásai alapján a technológia piaci értéket 400 milliárd dollárra becsülték. A startup szakaszban megszerzett SkyWay részvényekkel egy rendkívüli növekedési potenciállal rendelkező szállítási vállalat és a technológia társtulajdonosává válik. Elnézést. Tehát társtulajdonossá válhatnak egy perspektivikus vállalatban. A legkisebb mértékű befektetés is több százszoros, akár több ezerszeres értéket érhet el. Egy biztos projektbe történő befektetéssel a saját, a gyermekei és unokái jövőjéről is gondoskodik. Tehát legyen ön is a SkyWay befektetője, hiszen ezzel kedvezményekhez jut, rendkívül jól járhat, és egy biztos anyagi jövőt jelenthet önnek középtávon és hosszú távon is. Milyen problémákat old meg a SkyWay? Az egymás közti kommunikáció egyszerűbbé válik, könnyebb, gyorsabb és olcsóbb lesz utazni úgy országon belül, mint az országhatárokon túl. Szabad napjainkban akár a szomszéd városokban is megpihenhetünk. Leegyszerűsödik a munkába járás az otthonunkból, nem lesz semmiféle dugó út közben, sőt, lakáscsere nélkül is dolgozhatnak majd az otthonuktól távol, hiszen ez a közlekedés jóval nagyobb sebességet fog biztosítani, mint a mai eszközök ezt biztosítani tudnak. Javul a városok infrastruktúrája. Fejlesztés alatt állnak a SkyWay mentén épülő lineáris városok. Lecsökken a közlekedési balesetek száma, hiszen az utasforgalom és a teherszállítás egy része áthelyeződik a második szintre, a föld felszíne fölé emelve. Megnövekszik a szállítási, az energia és a kommunikációs rendszerek biztonsága, valamint az árvizek, földcsuszamlások, földrengések, szökőár és egyéb katasztrófák elleni védettség szintje. A húrszállítás és közlekedés a helyváltoztatás elérhetőbbé, biztonságosabbá, kényelmesebbé, gazdaságosabbá és természetbarátabbá teszi. Épp úgy a városi, mint a városok és régiók közötti szállítások esetén is. Lecsökken az energiahordozók és a felhasznált nyersanyagok mennyisége, úgy mint az olaj, olajszármazékok, szén, gáz, nem érces ásványi nyersanyagok, vas és színes fémek. Lecsökken a környezetszennyezés mértéke, hiszen a húrvasút csak elektromos energiát használ. Abból is a megújuló energiaforrásokat fogja felhasználni. Többek közt a szélenergiát, illetve a napenergiát. Csökken a károkozás az ökoszisztémában. Érintetlenül maradhatnak a természetes területek, mivel a húrszállítás megépítéséhez kilométerenként kevesebb, mint 1000 négyzetméternyi földterület szükséges. Azaz csak annyi, amennyit egy gyalogjárda vagy egy ösvény igényelne. Milyen elért eredményeket tud bemutatni a cég? Az első és legfontosabb, ugye az Ecotechnopark, a SkyWay technológia bemutató és teszt komplexuma, melyben az első fázisban, első fázisa lezárult, tehát az első fázis megvalósult. Itt kerül bemutatásra a húrszállítás minden formája és lehetősége, valamint itt történik az elsődleges műszaki tanúsítás is. Megépítésre kerültek a következő elemek. A könnyű, merevsínes városi pályaszakasz. Próbálom fényképen ezeket megmutatni. Tehát a könnyű, merevsínes pályaszakasz, az itt ez a vonal akar lenni. A belógó függővasúti pályaszakasz, ez vele párhuzamosan, itt nem nagyon látszik, mivel ez korábbi fénykép,
Itt helyezkedik el az érdekessége az, hogy egy fordító félkörrel a két végen ott, illetve itt, ezek össze vannak kötve, tehát a két rendszeren közlekedő járművek bármelyiken tudnak közlekedni, illetve műszaki teszteket lehet végrehajtani. Merevítőrudas magasvezetésű pálya megépült, ami a kétsínes szállítás és a nagysebességű pálya gyorsító szakasza is egyben. Ez pedig itt látható ezen a fényképen. 2018. augusztusáig még meg fog épülni a következő párelem. Merevítőrudas teherszállítási pálya, melynek fényképét láthatjuk. A teherszállító szalag, a könnyű merevsínes városi pályaszakasz könnyített szerkezetű változata, mely változatlan terhelhetőséget biztosít kevesebb anyagmennyiség felhasználásával és olcsóbb kivitelezhetőséggel. A gördőállomány vagy köznapi nyelven a járművek közül elkészültek a következő működőképes ipari mintadarabok. Az U4621-es Unibike, az U4210-es Unibus, az U4220T2-es Unibus, ami ugye a 24 személyes, a Unicar 430T3, ami ugye a 18 személyes modulrendszerű Unicar, és a Unitrack U431-es teherszállító modul. Itt a képeken, megtalálom mindjárt a nyilat, itt látható ezen a fényképen a Unicar, itt az U4210-es Unibus, ezen a fényképen pedig az U4621-es Unibike. Saját fejlesztésű motorkerekkel és villanymotorral rendelkezik a cég. Tehát saját maguk fejlesztették, dolgozták ki, sokkal jobb hatásfokkal és kisebb méretekkel, mint ami jelenleg a piacon megtalálható. Saját tulajdonú a gyártóüzem, és a legkorszerűbb berendezésekkel látták ezt el. Az Ecofest 2018-on bemutatják a világ legnagyobb saját tervezésű drónját, amely több mint egy tonna teherbírással fog rendelkezni. Ilyen még sehol sem épült a virágon. Saját fejlesztésű elektromos meghajtású autót mutatnak be az Ecofesten a kerekes székesek számára. Milyen eredményeket tud még a cég felmutatni? Sikeres volt a megjelenés a nemzetközi közönség előtt az InnoTrans 2016 kiállításon, ez 2016. szeptember végén volt, ahol a Unibike és a Unibus először került bemutatásra a nagy közönség számára. 2017. február 22-én háromoldalú befektetési megállapodás került aláírásra az indiai Jharkhand államban 922 millió dollár értékben. 2017. márciusában a Eurasian Rail Skyway Systems Holding Limited részvényeinek ISIN kódja megjelenik az ISIN.org adatbázisban, tehát regisztrált és publikus részvényekről van szó. 2017. május 5-én együttműködési megállapodás került aláírásra az indiai Himachal Pradesh állammal, Dharamsala város közlekedéséről és az Ecotechnopark építéséről ott helyben. 2017. december 22-én sikeresen zárult a Unibike és a Unibus műszaki engedélyeztetése, és kiállításra kerültek a műbizonylatok ezen eszközökre. Innentől kezdve ezek már személyeket is szállíthatnak az Ecotechnopark területén. Sikeres az üzletfejlesztés Indonéziában, ahol megalapításra került a PT Skyway Technologies Indonesia. Aláírásra került egy együttműködési megállapodás a Yeram Port Development-tel és az Indonesia Infrastructure Society-vel, tehát ezekkel a cégekkel Indonéziában. A Yeram Port Development egy 10 kilométeres Skyway teherszállítási pályát szerette megépítetni a Yeram Seaport kikötőben. Jelenleg a Skyway Indonéziában már több mint 10 projekten dolgozik, amelyek teljes költségvetéssel eléri a 42,532 milliárd dollárt, és a tervezett pályák teljes hossza pedig több mint 4167 kilométer. További eredmények. Ma és holnapi nap zajlik az Egyesült Arab Emírségekben a Future Cities Show Dubaj városában,
Innen nagyon fontos híreket várunk, mindenki kövesse a híreket, az eseményeket, és nagyon reméljük, hogy kedvező hírek fognak megjelenni, amely úgy harangozta be ugye a cég, hogy nagyon komoly hatással lehet a projekt további fejlődésére. Ezen kívül több tudományos és felsőoktatási intézettel együttműködési megállapodások kerültek aláírásra. Ez így nagyon szűkszavú ez a megjegyzés, hiszen arról van szó, hogy a technológiát tudományos és oktatási intézmények elismerték, együttműködést írtak alá a céggel a technológia megismertetése, bizonyos mértékben fejlesztése területén, illetve hát ami nagyon fontos, hogy valószínűleg be is fogják venni az oktatási anyagban. A tudományos intézetek pedig ugye együtt működnek, többek közt például a járművek műszaki engedélyeztetésében. És a magyarosan mondva ISO 9001-2015-ös nemzetközi szabvány mellett a cég több fontos minősítési procedúrán átestve fontos minősítéseket szerzett meg. Ezek az egész világon érvényes minősítések, melyekről azt kell tudni, hogy ezek elősegítik mind a piaci megjelenést, mind az értékesítést, mind pedig az elismerést. Néhány szó arról, hogy mi is ez a crowdfunding. A közösségi finanszírozás, azaz a crowdfunding egy növekvő népszerűségű finanszírozási forma, mely képes a korai fázisú vállalkozások, startupok tőkehiányának fedezésére. Lényege, hogy az internet lehetőségét kihasználva kiiktatja a közvetítő intézményeket, és közvetlenül kapcsolja össze a befektetőt és a finanszírozást igénylő vállalkozót, így jelentős költségeket takarít meg. A tőkealapú közösségi finanszírozás, Equity Based Crowdfunding, lerövidítve ECF, lehetővé teszi a kezdő vállalkozások számára, hogy az interneten keresztül közvetítő intézmények nélkül alacsony költséggel a tulajdonosi részesedését meghatározott hányadát eladják az érdeklődő befektetőknek. Részvényeik ilyen formában történő értékesítésével lehetőségük nyílik a kezdő finanszírozási nehézségeik fedezésére. Ezen kezdeti nehézségek általában abból adódnak, hogy a tradicionális finanszírozási formák, például a bankok, az üzleti angyal befektető és a kockázati tőkebefektetők képtelenek számukra megfelelő tőkét juttatni. Tehát az ECF nem csupán képes az általuk üresen hagyott finanszírozási rész kitöltésére, hanem bizonyos előjelzések szerint hamarosan át is veszi a vezető szerepet a korai fázisú vállalkozások finanszírozásában. És ugye elhangzott, hogy a SKV projekt is a közösségi finanszírozás segítségével gyűjti össze a pénzt a startup szakasz finanszírozásához. A SkyWay projekt esetében ECF, tehát Equity Based Crowdfunding, vagy részvénytípusú finanszírozásról beszélünk. A részvények megvásárlásával a befektetők szerteztek egy adott mértékű tulajdonrészre, és igényt tartatnak a vállalkozás jövőbeni pénzáramainak meghatározott hányadára. A hozam kifizetése osztalék vagy árfolyam nyereség formájában történik. Ez egy üzleti befektetés. A befektetők legfőbb előnye, hogy számottevő pénzügyi megtérülést érhetnek el. A vállalkozás általában azért választja az ECF-et, mert más finanszírozási forrás nem érhető el a számára, vagy így akarja megtartani az abszolút vezető szerepet a vállalkozáson belül, hiszen például a kockázati tőkések, vagy az úgynevezett pénzügyi angyalok gyakran beleszólnak a döntéshozatalba. Itt ezen a dián az internetről, a crowdfundingblog.com-ról vettem le egy statisztikát. Itt azt a 10 legsikeresebb közösségi finanszírozással megvalósult projektet láthatunk, akik a legtöbb pénzt tudták összegyűjteni ezzel a formával. Én nem sorolnám fel őket, rá lehet erre nézni. Önmagáért beszélnek a számok, hiszen komoly mennyiségű pénzt gyűjtöttek össze. Ezek más típusúak, tehát ezek nem equity based, azaz részvénytípusú közösségi finanszírozások voltak. Ezek általában, mint ahogy jobb oldalt angolul van leírva, hogy milyen kategóriáról volt szó, vagy valamilyen termékről, vagy technológiáról volt szó.
szó, sőt a negyedik helyen egy játékról van szó, sőt lejjebb is van még. Ennek a fejlesztéséhez gyűjtöttek pénzt. Ezek a projektek vagy az Egyesült Államok, vagy a Nagy-Britannia területén történtek, ahol természetesen van egy sajátságos szabályzás a közösségi finanszírozásra. Ennek a részleteiben most nem mennék bele, tehát a lényeg az, hogy ezek kimondottan közösségi finanszírozással megvalósult projektek. Itt egy kicsit lehet, hogy olyat mondok, ami nem mindenkinek fog tetszeni. Gyakran szokták emlegetni a Google-t, az Apple-t, a Microsoft-ot, és a többi, és a többi. Ezek soha nem voltak közösségi finanszírozású cégek. Igen, ők is pénzt gyűjtöttek a kezdeti szakaszban, a startup szakaszban. Be lehetett fektetni, de ők nem közösségi finanszírozás módszerét használták, és soha nem is volt ez a széles tömegek számára elérhető, hiszen olyan összegekről volt szó, ami egy hétköznapi embernek igazából nem elérhető, hiszen csak úgy 100 000 dollár valakinek a zsebében nem fogod heverni. Ahhoz, hogy az interneten keresztül megvalósuljon a közösségi finanszírozás, a Skyway cégcsoport befektetési partnereket kapcsolt be a munkába, velük szerződést kötött, és hosszú távú együttműködés került kiépítésre. Két ilyen nagy befektetési partner van, a Skyway Capital és a Skyway Invest Group. Mi, akik itt vagyunk, a Skyway Capitalben vagyunk érdekeltek, hiszen az ő jóvoltából vagyunk most itt, ezért erről szeretnék most néhány szót szólni. Tehát a Skyway Capital a Skyway cégcsoport befektetési partnere. A Skyway Capital kockázati befektetési társaság, egy önálló befektetési alap, nagy befektető, melynek célja a Skyway cégcsoporttal történő hosszú távú együttműködés. Az alap elsődleges feladata a befektetések bevonása az Ecotechnopark építkezésébe. A Skyway Capital egy kereskedelmi márkanév, a cég hivatalos elnevezése First Skyway Invest Group Limited. A Skyway Capital 2014. novemberében került megalapításra, és 2018-ra már több mint 300 ezer tényleges befektetővel rendelkezett. Tehát ezek azok, akik már pénzt fektettek be a cégbe. A cég a befektetési kockázatot diszkonttal jutalmazza, ez az úgynevezett kockázati prémium. A közösségi finanszírozás webirodája a new.skyway.capital címen érhető el az interneten. És egy pár szó arról, hogy hogyan is lehet már azonnal a keresethez jutni, akit ez érdekel, és ez az úgynevezett Skyway Capital Partner Program. A Skyway Capital webirodájába a regisztráció ingyenes és kötelezettségmentes. Ügyfél az a személy, aki beregisztrálta magát a Skyway Capital webirodájába. Lehetősége van megismerkedni a Skyway Capital Partner Programjával, mely a gyors jövedelemnövekedés, a bizalmas és kölcsönösen előnyös partneri kapcsolatokon alapul, és ezután döntést hozhat a befektetésről és a partner programban történő részvételről, melynek feltétele az elektronikusan elfogadott és ezzel aláírt partneri egyesség. A Skyway Capital a partner program megvalósításához az MLM multilevel marketing értékesítési vállalkozásformát választotta, ahol az értékesítése hálózatépítők által történik, az ismerősök felé történő ajánlás által. Marketing program összegző a regisztrációt pillanatától kezdve. Az első szint a minősítés első lépése. A minősítésben történő előrelépés feltételei a személyes befektetések összege és a bevont befektetések összege az első szinten. A legkisebb befektetési összeg 15 dollár. Nincs szükség a minősítés szint váltásának megerősítéséhez, az automatikus. Magas, akár 18% jutalék a közvetlen partnerek után, és 0,1-től 7%-ig terjedő jutalék jár a minősítési szinttől függően a hálózatban különböző mélységekben található partnerek után. A jutalék kifizetések legmélyebb szintje 24. szint. Nincs korlátozás a személyen beívható közvetlen partnerek számában. A programban a korábban regisztráltak és az újonnan regisztráltak vásárlásait is beszámolják. A bónuszjutalék kifizetése a bónuszszámlára történik. A legkisebb kivehető összeg 30 dollár, természetesen a bónusz számláról.
részletekkel kapcsolatban keressék meghívó partnerüket, szponzorokat, akik segíteni fognak Önöknek a helyes döntések meghozatában és a hálózatfejlesztésben. Néhány hivatalos internetforrás, a képen látható internet címeken érhetők el a Skyway vállalatcsoport hivatalos weblapja, ez az rsw-systems.com. A Skyway Capital magyar nyelven a skyway.capital.hu webcímen érhető el. Anatoli Junicki, aki a technológia megalkotója és főkonstruktőre. Kicsit érdemtelenül most róla nem esett szó, de nem is feltétlenül biztos, hogy most ebben az előadásban szükséges. Az ő saját weboldala, ami gyakorlatilag ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint a cégé, a unitsky.com oldalon érhető el. És az Ecotechnopark webcíme pedig a skyway-park.com címen érhető el. Ezen kívül hivatalos oldalakkal rendelkezik a cég a YouTube-on, a Vimeo videó megosztón és a különböző közösségi hálókban. Úgy, mint a Facebookon, illetve más, főleg orosz tulajdonú közösségi hálókban. De részt vesznek, pontosabban megjelentek, és ott vannak az Instagramon, és a Twitteren is, ha jól emlékszem. Ez lett volna röviden a mai előadás. Köszönöm szépen a figyelmet. Tehát ez az előadás azoknak szólt, akik ismerkednek a Skyway kockázati befektetéssel. Számukra egy alap összefoglaló tömör információt szerettünk volna összeállítani.